Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Hát gyerekek, kértétek, jöjjön Black Desert Online kezdőknek. És mielőtt még belevágnék ebbe az egészbe, engedd meg, hogy lebasszalak. Jó? Elkövetted azt a hibát, az meg, hogy elkezdtél ezzel a játékkal játszani. Mondtam, hogy ne kezdj el ezzel a játékkal játszani, mert rohadtul függőséget okoz. Erre te mit csinálsz? Elkezdesz ezzel a játékkal játszani. Nem vagy normális. Most mondom neked, hogy nem vagy normális. Nem szabad ezzel a játékkal játszani. A következő okokat ebben a videóban fogod meglátni, hogy miért nem szabad ezzel a játékkal játszani. Szóval, na de mindegy, elkezdted ezt a játékot játszani, és a legtöbben, akik írtak nekem, hogy csináljak erről egy videót, és még friss az élmény, hogy milyen ugye egy kezdőknek videó mondhatni, így még friss az élmény, így aztán jól van. Legyen, és sokan kértek ugye, hogy csináljak egy olyan videót, amiben hashtag no pay to win kategóriáról van szó, mert hogy ugye nem mindenkinek van pénze erről a játékra, erre a játékra költeni, nem mindenki szeretne erre a játékra költeni, és azoknak, akik kíváncsiak arra, hogy meg lehet-e bármit szerezni ebbe a játékba, vagy mindent szerezni ebbe a játékba, Anélkül, hogy költenél pénzt, uh, ja, meg lehet szerezni, csak rohadtul sok időbe fog telni. És még akkor is, hogyha költesz erre a játékra, ez a játék rohadtul sok időbe fog telni. Azt most mondom nektek, hogy erőt nem fogsz vásárolni ezen a játékon. Uh, direkten. Indirekten, hogy meggyorsítsd, hogy eljuss egy bizonyos erőszintre, indirekten megoldható. De nem lesz az se egy rövid út. Szóval, de direkt erőt nem fogsz vásárolni. Szóval, ha egy hónapon innen te endgame-be akarsz PvP-zni ebbe a játékba, vagy endgame területeken grindolni, az nem igazán fog elő, előfordulni. Költhetsz rá amennyit akarsz erre a játékra. Persze, bármikor vehetsz egy akkontot. 200 dollártól a csillagos egekig, és akkor ott aztán meg lesz minden, és akkor egy nap alatt megkaptad a lehető legjobb cuccokat, mert kurva árulnak Black Desert online accountokat, jó kihúzott accountokat, azt is megteheted. De ez a videó arról fog szólni, hogy hogyan juss el tól 61, bocsánat, kijavítom magam, a karakter kreálástól egészen softcap 61-es szintig, amíg még bennem is friss az élmény ezzel kapcsolatban, és hogy mik szükségeltetnek ahhoz, hogy viszonylag könnyedséggel tudjál haladni ebben a játékban. Azt hozzáteszem, hogy itt is, mint a legtöbb uh, ilyen játékban, sajnos, sajnos sajnos nem sajnos, hát nekem annyira nem sajnos, mert én most csatlakoztam a játékba, de kicsit ugye arcon köpik a veterán ját játékosokat, mert most már sokkal könnyebb, OP cuccokat szerezni, mint uh, régen volt, amikor én is elkezdtem az első karakteremet, rohadtul könnyű volt, uh, bocsánat, rohadtul nehéz volt uh, felhúzni magam, annyi adik szintre. Sok tutoriál videót néztem már akkor is, és, de akkor más volt a játék, és kicsit nehezebb is volt. Most már ahány karakterem van, mindig karakterem elérte az úgynevezett 200 AP-t, beszélünk majd erről is, hogy mi az, elérte az úgynevezett 200 AP-t, és a 200 AP-val lefedem nagyjából a játéknak a 80%-át bármelyik világbosszra rá tudok menni, bármelyik karakteremmel, és a fő karakteremre, aki egy rangerre, ranger lenne, őt választottam, azt hiszem ő fekszik legjobban a játékstílusomnak, stílusomnak, ő rá fogom húzni a legopébb cuccokat és bozgért majd. De ha formulásra kerül a sor, bármelyik karakteremet vihetem szinte akárhová, kezdőként fel kell készülni arra, hogy ez a játék nem hónapokra szól, ez évekre szól. Ebben a játékban évekre tervezel. Ha 24 per hetet játszol, akkor esetleg egy év alatt elérsz oda, hogy a legmagasabb, legnehezebb grind helyeken tudjál játszani, illetve a legjobb klánok vetekedjenek, érted? a PvP arénáknál. Szóval, ja, talán egy év alatt eljutsz oda. Hogyha 24 per 7-nél kevesebbet tudsz játszani, akkor mondjuk egy 7 óra napi 7-8 óra játékkal érzed úgy, hogy haladsz előre valahova. Napi 1-2 óra játékkal nem teljesen fogod érezni azt, hogy haladsz valamire. Mondom ezt a 61-es szint után. Mert a 61-es szintig több módszerrel el lehet jutni, és rohadtul könnyű eljutni ebben a játékban. Az igazi kihívás utána kezdődik. Remélem, és, és tényleg ez egy nagyon addiktív játék. Remélem, hogy felkészültél lelkileg, hogy a függőségednek idő ára lesz. Az idő a legnagyobb kincsed ebben az életben. Nagyon válogasd meg, hogy mire költöd el mindennél értékesebb az időd. Szóval gondold végig még egyszer, mielőtt rányomsz arra hogy create karakter, mert az az öt dolcsi nem olyan sok pénz a a a elveszíteni erre a játékra. Én szóltam. Na de most vágjunk bele. Első és legfontosabb dolog. Szezon vagy normál karakter csináljál. Hogyha van már egy kiópézott karaktered, akkor úgy is tudod, hogy mi a dörgés ebbe a játékba, amúgy is akkor nagyjából fölösleges szezon csinálni, bár még tapasztalt játékosoknak is mondanám, hogy egy szezon karaktert érdemes csinálni, mert végül csak ki tudsz szedni onnan egy bozgírt. Kezdő játékosként mindenképp szezon karakter csinálj. Na most 2020. december másodikán lejár a szezon a mostani szezon. Szóval, hogyha most kezdted el a játékot, még megvan az esélyed arra, hogy level 61 legyél simán, azért megéri egy szezon karakter csinálni, hogy kibúztad magad gyorsan level 61-re, de nem, nincs rá garancia, hogy meg fogod tudni lépni azt a lépést, hogy egy bozgért fullos, lehető legfullosabb bozgért ki tudjáhozni hozni a szezonból magaddal, de ettől függetlenül még mindig megéri szezon karaktert csinálni, hogyha ki tud magad húzni level 61-re december előtt, és level 61-re egy pár óra alatt ki tudod magad húzni. Ha van egy OP haverod, az konkrétan kb. 20 perc alatt kihúz téged, level 56-ra, és 56-ról 60 ig egy óra, talán, boosterekkel, és 60-61-ig tól pedig mondom majd a módszert. De, szezon karakter, vagy sima karakter, nagyjából mindegy, a szezon karakterek könnyebben mennek, és az ott droppoló cuccok, cuccokat könnyebb, magasabb szintre emelni. Sokkal könnyebb, mert a BDO árazása rohadtul drága. Szóval, és nagyon, érzed a büntetést, amikor valami nem sikerül benne, így aztán szezon karakter, hogyha van rá egy módod választani. És elérkeztünk a karakter kreálásos módszerhez, hölgyém és uraim, amint láthatjátok, én magam szeretem a saját karaktereimet kidolgozni arcra, testre, mindenre, közelebbnek érzem magamhoz ezt, így a karaktereket. De amit látjátok, hajat tudtok állítani, arcot és testet továbbá hangot tudtok állítani. Ha mindezzel nem akartok foglalkozni, de szeretnétek valami egyedit a karakteretekre, akkor itt van alul, hogy Beauty Album, Rám, amit látjátok néhányat én is megosztottam a közösséggel, kemény letöltéseim voltak, hashtag töltsétek le a um, kemény letöltéseim voltak, ezeket a karaktereket mind én alkottam, és itt vannak azokat, amit többiek alkottak letöltési sorrendben. Hogyha bármelyik tetszik innen, akkor fogod, és csak mit tudja, rányomsz, hogy apply, és fogja és berakja neked azt a karakter, rettenet ronda teste van. És hogyha nem tetszik a teste, az arca szép, de hogyha nem testik a teste, akkor tudsz alakítani rajta. Szóval nincsenek lekötve. Ezek a karakterek tudsz úgy alakítani, hogy neked jó legyen. Uh, továbbá, itt fönt láttatok egy olyat, hogy appearance kupon, ezt valódi pénzé lehet venni, de a szezon szerveren hozzád vágják. Hozzád vágják vagy 20 napra. És amíg ez itt aktív, addig annyiszor változtatsz a karaktered kinézetén, amennyiszer akarsz. Szóval gondold meg, szezon szerver ezért is jobb opciókat kapsz, boostokat kapsz, és ez nagyon hasznos, mert amíg haladsz a játéka, sok minden, elkezdesz tanulni, rájössz, megszeretni, változtatni szeretnél, de nem tudod, hogy hogy, íme itt lehet. Ha nem tetszik a kinézet, csak szimplán kilépsz a játékból. Uh, yep, enter, oké. Okay. És akkor visszamész ugye az eredeti uh, karakterekhez. Na, a következő lépésben nekem ő itt, ez itt, hívjátok, hogy hívjátok a gyakarjátok, ez egy szezon karakterem, mivel ugye az első karakteremet nem sokat tudtam a játékról, ez egy Dark Knight volt, szeretem, meg minden, jó a Dark Knight, de nagyon elkúrtam gérezés szempontjából, és nagyon a szintjéhez képest nagyon gyenge lett. Persze most már azt is felhúztam oda, kell, mert nagyon egyszerű uh, cuccokat uh, találni most már a Black Desert online ban sokkal egyszerűbb, mint régen volt. Így aztán már ő is eléggé erős, um, erős lett. Szóval beszélgessünk arról, hogy mit látsz a képernyőn, és hogy mennyire zavar ez téged, és hogy mennyire nem. Ha nyomtok egy eszképet, akkor uh, itt az Edit ui Mindent beállíthatok, ahogy nektek tetszik. Oda mozgatjátok, ahova jól esik, csak jó tudni. Aki szemikonnacskával láthatóvá teszitek, vagy elrejtitek. Uh, ja, és ezt, ezt beállítjátok ti, ahogy nektek tetszik. Uh, a játékot magát a beállításoknál ki, meglátjátok, uh, mindent be lehet állítani hogy legyen nagyon aprólékosan kiderül számatokra. Egy-két dolog, amit érdemes megjegyezni, a fönt itt található boostok, -ok, ezeket nagyjából a szezonszerveren megkapjátok ingyé, általában nem nagyon lesznek ott. E, hogy őszinte, ha csak nem költesz valódi pénzt, ugye, hogy ott legyenek. E, részemről Annyira nem fel, nem igazán éri meg, nagyon költeni rájuk, nagyon jó, hogy ott vannak, de a játékban is elérhetsz különböző búztokat, anélkül, hogy ezeket felhasznál. De jó, ha ott vannak. Üm, mindegyik írja, hogy mit ad, oké? Okay. Tehát rá van, rá van írva, még ha nem is beszélsz angolul, tudod, hogy mit jelent az inventory, tudod, mit jelent a story, tudod, mit jelent az combat skill, life skill, mount skill, tehát valamilyen skillt ad. Tehát ha a legrosszabb esetben egyáltalán nem beszélsz angolul, skill XP-t ad. Tehát, és mindegyikről látni fogod, hogy mi a jó Isten van. A Merv paletről szeretnék annyit mondani, a Merv palett az arra van, hogy tud színezni a ruháidat. Szóval ez itt a Merv palett, és itt különböző opciók vannak, vagyis hát anyag opciók, és akkor tudod így színezni, ha kijelölöd, mondjuk, eee, valami, ami jobban látható. Mondjuk ez, ez látható. Tehát kijelölöd, és akkor megváltozik. Lényeg, ami lényeg. Rájöttek. Ezt a jégonban lehet megcsinálni. Szóval ez lenne az új. A következő dolog, amire figyelni kell, a különböző, hogy is mondjam, dolgok, amik elérhetőek a játékban. Például itt vannak az állatkáid, és á, itt van a lovad, ha majd lesz később a játék, ezt is megadja az első lovadat ingyen. Című történet, és a többire sem, sem kell költened valódi pénzt. Az állatok. Mindenki azt mondja, hogy vegyél állatokat. Na most a szezon szerveren nem kell állatokat vegyél, oké? Okay? Kapsz annyit, hogy elég legyen így elsőre. Ha magasabb tájör, szintű állatokat akarsz, mint tájör egy, de amit látjátok, én is nem érzem szükségét, akkor költhetsz valódi pénzt, vagy kurva türelmesen kivárod, amíg megkapod ugyanazt az állatot. És nekem van olyan érzésem, hogy a következő szezon, ha elindul, akkor még egyszer kiosztják ugyanezeket az állatokat, és akkor lehet őket párosztatni magasabb tájör, tire, skill Tire-ért cserébe. Szóval ennyit erről, hogy költsés vagy ne költsél türelemmel az nagyjából mindig mindent megkapsz ebbe a játékba. De, mondom, évekre tervezel. Szóval, uh, miről tudnék még itt mutatni? Nagyjából semmi extra térkép. Uh, hogyha valamit nem találsz meg, hogy mi hol van, a kis jelecskére minden városban rákattintasz erre a jelecskére, és ki fogja neked jelölni, például Istáló, kijelöli neked, hol van a legközelebbi Istáló, hol van a Storageod, kijelöli neked bármelyik városban, hol van a Marketplace, ahol a játékosok kereskedhetnek játékosokkal, mindent kijelöli. Ha egy konkrét NPC nevet akarsz megtalálni, akkor csak beírod ide, hogy van, mondjuk van egy olyan karakter, van Toshi, beírod ide, hogy van, wacky, wackszem, wacks, wacks, azt, azt, hiszem, így, így, így van, így leírja, ja, igen, és megtalálja neked, hogy melyik városban, egy például Kámoszilviában, rákattintasz, és ki neked egy irányzékot a térképen, hogy mi, hol van, és így tudsz megtalálni a Kámoszilviai, hoppá, Kámoszilviai vakitosit itt megtaláljuk, hölgyeim és uraim. Szóval, így tudunk megtalálni dolgokat a térképen, nagyon fontos megjegyezni, nagyon sokat segít abban, hogy eligazodjunk benne. Szezon szervereken található, uh, találhatóak még ilyen különböző boosterek, hogy segítség még könnyebben a haladásodat, uh, amit természetesen megvehetsz a szezon paszt pénzér is, illetve van az ingyenes változata is, a kettő között némi Cronstone különbség van, így mondanám, uh, de nem feltétlenül jutunk hozzá hatalmas előnyhöz, hogyha megvesze, megvásároljátok a ne, nem ingyenes változatát a szezon szervernek. Most már meg ne vásárolt, december, 2020 december 2-ig, meg ne vásárolt, mert nem biztos, hogy megléped a level 61-et, ha nincs idő játszani. de ha tudod, hogy van, és megléped, mert pedig egy pár órán belül meg lehet lépni a level 61-et, és azt az itt meg csinálható különböző feladatokat is meg lehet csinálni, akkor, akkor vásárol meg, hogyha úgy tetszik. Uh, ennyi. Biztosan hallottál tapasztaltabb játékosokat azt mondani neked, hogy á, kihúzlak én, ne aggódj, nem kell megcsinálni a főküldetést, küldetést, uh, úgyse, úgyse, dob semmi jót onnan. Ez mostanra a Black Desert Online-ban megváltozott, tehát mikor még én kezdtem a játékot, amikor régen, akkor az még mondhatni, hogy igaz volt, hogy nem kell annyira fókuszálni arra, hogy a single player részen, a kampányon keresztül menjél, keresztül szenved magad, de mostanra ez megváltozott, mivel, hogy a kampány uh, ja, ez egy szezonális karakterem, mindegy a kampányon végig menve kaptok kiegészítőket, főbevalókat, gyűrűket, nyakláncot és övet, ami megdobja a power leveleteket 240 AP környékére, és az igen, igen, és további 250 plusz DP környékére. Szóval egy egész egy olyan 500 gear score rendelkező karakter környékét fogsz kapni, ha végigmész a kampányon, kapsz fegyvereket, kapsz minden lószart, kapsz ahhoz, hogy egészen kultúráltan meg tudj erősödni. A különbség a normális és, és a szezon karakterek között, hogy a szezonon egy sajátos gér van, amit tuvalának hívnak, illetve narunak a kezdőknél, majd később átváltatok tuvalára, um, és ezeket a tuvala cuccok a normál szerveren, későbbiekben egy tri, vagyis ilyen hármas jelű, római hármas jelű cuccoknak fognak megfelelni ötös szinten. Tehát ha ki ötös szintre kihúzod, római ötös szintre kihúzol egy ilyen túval a cuccot szezon szerveren, akkor normál szerveren egy, egy trinek fognak megfelelni. De nópara, no aki normál szerveren húz karaktert, az is ki van segítve. Most már a Black Desert online-ban. De, mint mondtam, játszátok végig a kampányt, mert értékes cuccokat kaptok, fegyverektől kiegészítőkön keresztül, amik megdobják a power leveleteket. Jó? Uh, ja, ez nem rossz. És level 61-ig kaptok jutalmakat. Uh, szóval mindenképp érdemes uh, kiátszani. A napi jutalmak. Itt megtaláljátok, nem mindig érdemes őket beváltani azonnal, van, ami később jobban jön, mint instant azonnal. E, és itt találjátok meg a többi napi jutalmat, van, ami megint csak később jobban jön, mint most azonnal. Legyél észnél csak azt válts be, amit a, szükséged van. Éppen akkor, ha fejlődésben vagy, és XP-re van szükséged, akkor az XP boostereket azokat mindenképp e, érdemes beváltani. Szóval azokra fókuszálni kell, érdemes beváltani. Ezek itt a loyalties. A loyalties az aféle féle ingyen pénz, amit kapsz a játéktól, és ezért a loyaltiesért cserébe, ha idejössz a Pearl Boxhoz, rájössz a loyalties, egyes dolgokat tudsz vásárolni, ami igen-igen hasznosok. Például extra karakter kupon 5000 loyalty naponta százat kapsz bejelentkezésé, vagy weight limitet kapsz. Uh, loyalty 3550 et kicsit drága 3500, de 50 weight limit az nem rossz szám ebben a játékban. Vagy expansion kupon fogsz kapni. De ugyanakkor a küldetés, a fő küldim mégig visz olyan küldetéseken, amelyeket <coughs> olyan küldetéseken visz végig, amelyek um, adnak karakter ö, több inventory slotot, adnak weight limitet is című történet, és mindent lehet ingyen húzni. Nem muszáj bevásárolni mindenből. Szóval, védlimitet weight limitet lehet ingyen húzni. Vannak fönt videók, hogy hogy kell. Ö, karakter slot expansiont lehet szerezni, és hogyha rámészítem itt bármelyik küldetése, tehát még egyszer mutatom, vagy nyomsz egy, egy kontrollt, és előhívod a fekete szellemet, című történet, vagy ö, nyomsz egy kontrollt ugyanúgy, és előhívod a menüt, és bármelyik küldetésnél megnáthatod, hogy mi a jutalom. A sárga a Combat XP, szóval itt, ahol nekem 61-es van fölül, azt fogadni, nagyjából arra van a legtöbb szükséged. Honnan tudod, hogy melyik uh, küldetés fogadni adni combat xp-t, és melyik nem? Azon küldetések, amelyek a sárga teljes keret van, mint ahogy itt is, combat xp-t fognak adni, és azon küldetések, amelyeknek nincsen teljes sárga keret körbe, mm, skill xp-t fognak adni, illetve contribution pointokat. Szóval, és itt térnék ki, tehát te már nagyjából csinálod a a küldetéseket, és kitérnék arra, hogy MPC-k. MPC-k feje fölött Mutatom, feje fölött fogtok látni egy ilyen kis csetjelet, és mellette egy felkiáltó jelet. Ha azt látjátok, mindenképp menjetek oda, és beszéljetek vele. Az a beszéd a semmi, csak elnyomgatod az erreket. Egyrészt egyes területeket felold emiatt, és tudás szerzel adott NPC-kről, mobokról, és a többi. És itt fölül, amint láthatjátok, energy pontokat kaptok, illetve contribution pontokat kaptok mindezért cserébe. Úgyhogy, um, ja, beszéltek az NPC-kkel, és fogadjátok el a küldetéseket. Minden főküldetés mellett fogtok találni mellékküldetéseket. Mellékküldetéseket kérem szépen a főküldetések mellett fogadjátok el, csináltok meg, mert a főküldetés szál mellett lesznek, és közük van a főküldetés szához a mellékküldetéseknek, ezért gyorsabban és többet tudsz fejlődni. Szóval egy adott ponton elérsz az 53. szinthez. Az 53. szinten fogtok uh, találni egy olyat, hogy egy olyan küldetést, hogy megtaláltam, megtaláltam. Szóval fogtok találni az 53. szintnél, még közel sincs vége itt a főküldinek, egy olyat, hogy Adventurer Storm Regarding. The Legend of Chenga. Oké? Okay. Itt érdemes kitenni, megállni és tenni kitérőt, megcsinálni ezt a küldetést. Youtube-ról vannak fönt rá videók, hogy hogyan kell megcsinálni. Nem vészes. De itt álljatok meg a fő és csináltok meg ezt a küldetést. Oké, okay. nem nehéz, csak ide-oda kell menni a térképen mindenhova. Nagyjából senkit nem kell megölni, semmi olyan nehezet, De kicsit hosszú, mert sokat kell sétálni. Vagy is menni a dolgokért, de szerencsére lesz egy lovad eddigre már, az is megoldva és érdemes megcsinálni ezt a küldetést. Ez a küldetés ezzel fog jutalmazni, lecseréli azt a könyvet, amit kapsz a játék elején erre a könyvre. Erre a könyvre az a lényeg, hogy több XP-t fogsz kapni a questek által. Értitek már? Szóval megkapod több ahogy haladsz továbbá, utána a mellék, bocsánat, a fő küldetés szálladdal, több XP-t fogsz kapni. És ugye felveszed a környékbéli mellékküldetéseket, a fóla főszálban, megint csak több XP-t fogsz kapni. Szóval elértél a, tegyük fel, a fő küldetés végéig, amit én javaslok nektek, a fő küldetés szából elértek egy olyan pontra, ami elvezet titeket egy olyan városba, hogy Odraxia. Uh, Odraxia Odilitia területén van. Odilitia jelen pillanatban a legdurvább rész um, a Black Desert Online-ban. 300 pluszos enemik vannak brutál nehezek, szóval de viszont, meg, azért meg vagyunk mentve, mert hogy a fő küldetéseknél, ha a főnere rámegyünk, és rámegyünk az Odilitia egyre, az Odilitia egyet meg tudja csinálni bárki. Oké, okay? tehát 200 210-es AP-n voltam, és 1 egyet meg tudtam csinálni. Azért mondom, hogy csináljátok meg 1 egyet, mert 1 egynek a végén, vagy valahol a közepe fele, valahol kaptok egy nyakláncot. És ez a nyaklánc 19 AP-val bír. Azt a nyakláncot érdemes kivenni, és már ott abba hagyni az Odilitia kezdet, mert a további amúgy is nagyon nehéz. És már 300 ap és gírt Követel. De a nyakláncig el tudtak haladni, és azt a nyakláncot vegyítek ki. 19 ap és nyaklánc a market piacon, ahol játékos kereskedik játékossal, több milliárdba kerül. Szóval, ja, főküldetés ezért is jó, mert hogy ki tudod venni azokat az accessorikat, amelyekre, amelyikkel erősebbé tudsz válni, és Odilitia a legnehezebb quest jelen pillanatban, viszont Odilitia egy quest sorozatot, még simán meg tudjátok csinálni 200-as AP környékén, és a nyakláncot ki tudjátok belőle ö, váltani, és az 19 AP-t fog tudni adni. Következő dolog, amire ö, érdemes fókuszálni, mi történik level 61, 60 és 61 között? Észre fogod venni, hogy baszott túl lelast, már level 59-től 60-ig, és 60 tól 61-ig rettentően kevés XP-t fogsz kapni bármilyen grindér, úgyhogy ne a grind utat válaszd xp -ér. Mondom, hogy hogy lehet nagyjából egy óra alatt 60-ról 61-re érni, ha szólózol oké, okay. e, és nincs XP booster bekapcsolva, ezt is mondom leszámítva, ha a szerver ad XP boostokat oké, okay, tehát Combat XP plusz 100% ez ott volt a szezonális szerveren legyen másfél óra egy normál szerveren mondom, hogy hova kell menni kinyitom a térképet és eljössz kérem szépen látjátok, itt van, ezt megismeritek azért mondom megismertek, itt van ez a 210-es AP-s poszt. Ettől délre, itt van ez a March Outpost. Eljöttek a March Outpostra, és az itt lévő Skill XP-s, mutattam ugye, a teljes sárga körös küldetéseket megcsináljátok. Hogyha itt kész vagytok, az át fog vezetni erre a helyre, itt is megcsináljátok. Ha itt kész vagytok, valahol itt lent megint csak lesz egy Küldetés sorozat, tehát ebbe a három szögbe lesz egy pár küldetés gyakorlatilag, ami, ö, ami meg fogja adni neked azt a szükséges boostot, hogy 61-esre ugorjál. Ha még mindig nem vagy itt 61-es, akkor ö, ide érdemes eljönni, és itt lesz egy pár küldetés sorozat ami egy kicsit már jobb gír fog kelleni, tehát 210 körüli gír fog kelleni, de lesz itt egy pár küldetés sorozat, ami megint csak megdobja az, a, a Combat xp et tehát ha itt, am, hogy amire végzel, már 61-es kellene, hogy legyen. Szóval még egyszer mutatom. Öm, ezen a környéken, ugye bár először ide jössz, ezek kurva küldik, akármilyen szinten meg lehet őket csinálni, ebbe a három szögbe, Ö, így, meg tudjátok csinálni, és ha itt még mindig nem, akkor érdemes ide átugrani. Oké. Okay. Városok annyit meg elmondom, hogyha normál szerveren haladsz, és nem szezon szerveren, akkor egy kis luxusod meg van engedve, hogy amint beérsz Heidelbe, hejdele az egyik nagyobb város a játékban, amint beérsz Heidelbe, érdemes vásárolni magadnak egy kicsit jobb gért, hogy jobban haladj a játékkal. Minden um, minden városban, ha rámész a kis nagyítójeleskére, találsz egy olyat, hogy Marketplace, erre megvannak természetesen a maguk a vendorok is, Uh, ahonnan gírt lehet vásárolni, és egyesek ajánlják a vendorokat, az NPC vendorokat, én jobban szeretem a marketet uh, erre a feladatra. Ide jössz bármelyik marketeshez, mondjuk, hogyha már elértél ide Veilába vagy Heidelbe, uh, és ez csak normál szerveren, nem szezon szerveren. Oké, okay, ne szezon szerveren csináld ezt, mert nem fogod tudni használni a cuccokat, csak normál szerveren. Central marketre rájössz, hogy Purchase, és beírsz, vagy hát nem is kell beírni, rájössz, hogy mi van itt. Main weapon, a karakterednek megfelelő main weapon uh, választasz. Ez akkor fog működni, ha van egy kis lóvéd. Uh, és amit érdemes választani, most például rámelyek erre 390 ezer, uh, amit érdemes választani, az legalább egy ilyen 46-50 APS uh, fegyvereket egyelőre. Aztán majd eladod őket, vissza eladod őket, hogyha arról van szó. De hát 6 milliókat, 2 milliókat, és hogy nem nehéz összeszedni, ebben a játékban tényleg nem nehéz összeszedni, uh, nagyon gyorsan megkapod őket a játékban, nagyon gyorsan fogsz mászkálni milliókkal, de nem milliárdokkal. Um, így aztán megvehetsz ilyen erősebb fegyvereket a marketplace-ről, oké? Okay. Uh, és ezeket megvásárolod, normál szerveren felpakolod magadnak, hogy majd a single player részsel könnyedén tudjál haladni. Amint érzed, hogy egy kicsit nehezebben sebzed a mobokat, eladod azokat a fegyvereket, és veszel jobbakat, nagyobb AP-val uh, rendelkezőket. Oké. Okay. Uh, és már annyit emlegettem ezt az AP-t, gyorsan átmegyünk ezen, és uh, Inventory rányomsz AP, Awakening AP és uh, Defense. Attack AP mennyivel tudsz támadni, övékening AP, hogy az övékening fegyvered, mert level 56 után úgynevezett övékening vagy succession fogsz csinálni, mindjárt rájövünk, el, mennyire beszélünk erről is, övékening uh, vagy succession vagy csinálni, és ez egy új skill, skill sorozatot nyit meg előtted, az övékening, ami ez új fegyver fog kelleni, és annak is van egy AP-ja, defense, egyértelmű defense DP. Um, elég komplex a Black Desert Online-nak a sebzési rendszere. Annyit elmondok, hogy egyszerű, rámész a térképre, mindenhol írja, hogy mennyi a recommended OP. Tehát itt 95-150. Ami az árójelben van, tehát nekem most van 223 AP plusz 30, azt a plusz 30-at ne vegyétek készpénznek. Szóval, hogyha valahova mondjuk 150 AP-t ír, akkor a valódi 150-re gondol, nem a pluszra, ami a zárójelekben van. Szóval amint megütöd azt az AP-t, ami a valódi AP, um, és nem a zárójelekkel együtt, akkor leszel igazán felkészült arra a helyre, a ahova menni szeretnél. Um, mit tudnék még lenni? A DP, az DP, hölgyém uh, és uraim, minél több van, annál jobb, című történet. Egyes karaktereknek több lesz, és erősebbek, több a dp ük másoknak, mint például az enyémnek, inkább evasionre, vagyis elkerülésre hatnak, ö, vagyis arra éleződik ki a védelme. Ö, mit tudnék én... Ja, skillfa, arról is tudunk beszélni egy kicsit. Ha nyomtok egy kát, akkor ö, vagy itt a kis balta jelet, itt alul, jobb alul sarok, balterre rányomtok, előhozza a skillfát. Kint a nagyvilág internetében minden karakterre találtok bildet, mindenre. 56. szinten övékening, get lehet választani, vagyis övékening, vagy succession -t. Én succession választottam ennek a karakternek, másnak pedig a vékeninget. Kint az internet nagyvilágában találtok róla információt, hogy melyik karakternek melyik a jobb. Uh, és mint mondtam, ugye az egy új skill sorozatot uh, nyit meg. A Succession az, ha bár nem nyit meg egy új skill sorozatot, viszont felerősíti a főfegyvereidnek a skilljeit úgynevezett prime részekre. Az Awakening pedig egy új skill sorozatot nyit meg um, előtted. Uh, és, ja mindegyik karakter, mindegyik jól néz ki, és mindegyikkel lehet haladni a játékban. Hogy Succession vagy övékeninget választasz, teljesen rajtad áll. Még hogyha egyikre azt ajánlanak, hogy ezt válasz, ne azt, ha amaszt választod, akkor is haladni fogsz a játékban. Hogy mely karakterek jók, mindegyik, mindegyik jó. Egyesek előnyösebbek PvP-ben, egyesek talán gyorsabban tudnak mobokat ö, kiosztani, de olyan nincs, hogy hátrányban leszel igazából, ö, mert hogy te azt a karaktert választottad, vagy ezt a karaktert választottad. Mindig karakternek megvan az adott szerepe, például, ha PvP-re kerül a sor, és adott szerep körökben jó. Én például nem vagyok túl jó, hát relatíve nem vagyok annyira jó 1v1-ben, Relatíve, ezt nagyban függ, hogy mennyire leszel ügyes játékos, uh, viszont um, szízsben, úgynevezett ilyen vár támadásban, amikor tömegével haladunk és letámad az ember egy várat, ez a karakter igen kitűnik, mert vannak olyan képességei, amelyek területre hatnak, és az igen-igen boldogá tud tenni egy csapatot a killekkel. De ugyanakkor, ha elég ügyes leszek, egyszer talán, akkor szólóban egy V1-ben is meg fogok tudni felelni. Szóval, ja, nagyjából így állnánk. Megmutattam a skilleket, inventory management lesz az egyik legnagyobb problémád, és egyszerűre fogom fogni az inventory managementet. Oké, minden, ami zöld keretes, azt, ha véletlenül eladod vagy kidobod, azért nem fogsz sírni. Minden, ami kék keretes, azért csak egy kicsit fogsz sírni. Minden, ami sárga kerekes, azt meg fogod bánni. Oké? Okay? <laughs> Így tudnám leírni az inventory managementet. Egy-két zöld anyag, ha bár, igen hasznos, viszonylag jól esik. De attól függetlenül elég ritkán ahhoz, hogy sírjon érte a szíved, mint például az Ancient Spirit Dust. De ez az általános, oké, okay, ami zöld, azért nem fogsz annyira sírni, ami sárga, vagy minden más színű, azért egy kicsit fog sírni. A sárgaért a leginkább fogsz sírni, szóval hogyha dobsz ki valamit, zöldet, oké, okay. hogyha nem. Uh, hogyha más szín dobsz közé te kicsit sírni fogsz, oké? Okay. A Black Desert Online gear fejlődéséhez fontos cuccok, azok az úgynevezett stonok, -ok. mit nem az az Isten, Black stonok, -ok. ugye bár, mit nem az az Isten. Black sok, sok fajta van. Oké, okay. ezt majd rád hagyom, hogy kitapasztald, mi mire jó. Elmondom a legfontosabb kettőt. Blackstone weaponre, Blackstone Armonra. ezzel fogod tudni feljebb húzni a cuccaidat, oké okay. amint láthatjátok, egy fegyvernek öm, több fajta változata van, hogy úgy mondjam öm, például itt ez a kazarka ez egy nagyon drága íz, szóval ne lepődjetek meg az áron. Alapváltozattól, 15-ös változatig viszonylag könnyű felhúzni. 15-ös változattól átmenünk római számokra. Pri, Duo, Tritet és Pen nevezetre. Később megtanuljátok, nem kell vele foglalkozni most még. A lényeg az, hogy a Pen a legerősebb, és már nagyon nehéz őket oda kihúzni. Kihúzni Penre ezeket a cuccokat, amit látjátok, az ára is is kimutatkozik, és ez még olcsó. Um, mm. szóval a Blackstone-ok -ok segítségével, Blackstone, 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 egy csomó Blackstone, Kafras Stone, minden, ami Stone, értékes, oké, okay? <laughs> így is lehet mondani. Minden, ami Stone és nem zöld kerettel van ellátva, értékes, oké, okay? ez, ez le van, levon le van tudva. Eh, hogy így mondja, ezeket kell gyűjteni. A játékban két utat választ, sőt több utat választasz, hogy hogyan gazdagodj meg. Az egyik az az út, amit én követek nagyjából. Eladom minden értékeset, hogy összegyűjtsem a milliárdokat, majd megvegyem a bozgírt. A következő az, hogy összegyűjtöd ezt a sok követ, és te magad húzod fel ezeket a cuccokat. Ezt például a szezon szerveren könnyebb csinálni, ezért én magam ezeket húztam fel. Ezekre a szintekre. Mert hogy szezon szerveren könnyebb, simán szívni fogsz. Nagyon. De legalább most fel vagy rá készülve. <kül> szóval, azért a játék igyekszik itt-ott könnyíteni rajtad. Um, mit akartam még mondani? Ja, igen, szóval szezon szerveren könnyebb fejlődni, normál szerveren kevésbé de azért a játék igyekszik könnyíteni, amit tud, és a különböző stónokat, mint mondtam, az utakon, amit elindulsz, vagy eladsz minden értékeset, amit szerintem a legtöbb játékos csinál, és megveszi a bozgért, vagy te magad húzod ki, és Használod fel, ami nem egy olcsó folyamat. Egyik se lesz rövid és olcsó folyamat. Egyik folyamat sem, amit itt most mondok. Ugye vagy te magad húzod ki, vagy azt csinálod, hogy kihúzod őket profitért. Tehát kihúzod egy bizonyos szintre, majd eladod című történet profitér. Vagy elkezdesz ö, formolni, farmolni, elkezdesz dolgozókkal foglalkozni, tehát nekem például van egy nód rendszerem, ezek itt mind nódok, összekapcsolt node rendszerem van, ahol dolgozók dolgoznak, és abból egy aféle passzív jövedelmet fogok tudni, mint láthatjátok a raktáromban, sok cuccat raktározok most, jelen pillanatban, Ezeket itt, ezeket itt mind a dolgozóim Gyűjtötték össze, és ezt majd én el fogom adni. Ez az egyik út, ami szerezhet. A másik út az, hogy te magad mész és gyűjtögetsz, ez is út, de lassú. Érdemes egy ilyen kombinációt is csinálni. Tehát én hol gyűjtögetek, hol elmegyek grindolni, mobokat, ugye bár. És közben a dolgozóim dolgoznak, hol itt-ott egy-két cuccot, eladom profitér, amit, aminek éppen magasabb a ára. Szóval a marketet érdemes figyelni ebből a szempontból. Nem egy gyors folyamat. Oké, okay, megint, csak mondom, nem egy gyors folyamat. És kevés időd van, mint például nekem, mert azért az időmet többre értékelem sokszor, mint hogy itt eltöltsem a játékban az időt. Így aztán... Um, Lassan haladok, de a szezon server segített abban, hogy pontosan 11 nap alatt, oké, okay, tehát 11 napi játék alatt, és hát most amikor ti látjátok ezt a videót, mert igazából a 8 nap alatt el tudtam érni. Um, ezt a 223-as DP-t, úgyhogy kihúzgattam a cuccokat, úgyhogy nem nagyon volt segítségem. Volt egy kis segítségem, természetesen, voltak ismerősök, akik segítettek egy kicsit itt-ott, xp hogy gyorsabban haladjak, de 95%-ban szólóban csináltam mindezt, és egy olyan 8 nap alatt sikerült ezt elérnem, napi... Két-három óra, négy óra játékkal volt olyan, is, hogy ott ültem reggeltől estig, mert annyira volt időm, és belefeledkeztem a játékba, jól is esett. De ez egy, ez, ez, hogy mondjam, egy nagyon átlag idő egy nem hardcore játékosnak ahhoz, ez a 11 nap, um, amiatt megkészült ez a karakter, hogy, hogy eléritek ide, ami lefedi a játéknak, a térképnek a 80%-át, hogyha grindról van szó. Az egyedüli hely, ahol nem tudok grindolni ezzel az OP-val, az igazából odillítja. Szóval mindenhol, tehát ez, ezen a kis területen, ez a hatalmas térkép, ezen a területen nem tudok grindolni. Egy-kettő akad még, ami elég OP, tehát például itt a 260-as szint, um, de már úton vagyok afelé is, hogy őszinte legyek, és egy-kettő olyan hely van, ahol belefutsz. Egy-kettő olyan mob lesz, mint például itt ez a kettő tízes szint, amik azért vágnak nagyot, halnak, hogyha megvan az ap d meghalnak, de nagyot is ütnek. Például az én karakterem igen megérzi, mert egy nagyon törékeny karakter, hogy így mondjam, nagyon kell meneküljek, hogyha nagy a veszély, de mindenhol máshol lehet grindolni. Szóval nincs akadály előtted, gyakorlatilag, hogy bejárd az egész térképet. A hosszú játék később kezdődik. Level 61-nél fogod kezdeni eldönteni, mit akarsz csinálni az életeddel a Black Desert Online-ba. elmehetsz el, el hajózni, tengeri szörnyekre vadászni, nem sokan tudják, de itt van egy, egy másik kontinens gyakorlatilag. Még nincs annyi mob rajta, vagy bármi ilyesmi játék, de van itt egy város, és oda lehet menni, el lehet jutni. Hatalmas a Black Desertnek a világa, és nagyon sok tennivaló vannak bele. World bossokra lá le lehet menni, ahol egy egész szerver vág neki az egész történetnek. Sokat lehet tenni, és el lehet vele bóckodni ezzel a játékkal, és endgame, számomra az endgame ebben a játékban az a PvP. Ha eljutok arra a szintre, hogy PvP-zni tudok, hölgyeim és uraim, akkor um, úgy érzem, hogy eljutottam egy olyan szintről, ahol, ahol egy endgame-be kerültem a Black Desert online-ba, uh, és hát ja, ha, mert csináltunk, ha akarsz csatlakozni a klánunkhoz, akkor uh, vegyél fel ismerősnek. Uh, Oké, okay, tehát Necrocrim néven megtaláltak vagy Sexy Green Arrow, az a lényeg. Ha akarsz csatlakozni a klánunkhoz, akkor, akkor vegyél fel és lebeszéljük, mert hogy Black Desert online egy kicsit mozera ez a klánba hívás dolog, nem olyan egyszerű, mint a Warframe-ben, de ez is, ez is megvan. Én, én, remélem, hogy, hogy tudtam segíteni, hölgyém és uraim, nagyon, én magam, még, még friss az élmény, szóval még el tudtam magyarázni a dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy tapasztalt játékosoknak megvannak sajátos trükkjeik arra, hogy, hogy, még gyorsabban eljussanak ide, vagy a 61-es szintre, sőt, hát tudom, hogy van, mivel, hogy én is húztam ki ismerőseimet, mikor már megvolt az AP, én is húztam ki őket. Konkrétan egy óra alatt 60-as szintre kb. Ja, hát 20 perc volt, az 56-os szint, és még nem is a legjobb helyen farmoltunk mindenre, hogy gyorsan kiexpézzük őket, és utána lévő maradék 20 perc, mert tudom, hogy boostereket, XP boostereket kapcsoltunk el, nagyjából egy óra alatt 60 a szintre el lehet jutni, tehát vannak módszerek rá, hogy az ember gyorsan eljusson, és szerezzen egy-két XP-t, természetesen, de annak, aki szólóban szereti ezt csinálni, az, annak itt van a lehetőség. Én is leszólóztam, és eljutottam eddig, hogy eljutottam, és, és uh, most kezdődik az igazi élvezete számomra a játéknak. Felállítottam olyan célokat, hogy kell egy hajó, kell egy lakás, kell egy ez, a vörke, a munkás birodalmamat jobban ki kell terjeszem. Sok-sok apróság, Ami, amitől úgy élvezni lehet ezt a játékot. És végül majd remélhetőleg eljutok egyszer oda, hogy sikeres PvP legyek, sikeres legyek PvP-ben, mivel az, azért, azért is jó pénzt lehet keresni, mivel hogy klánok meghívhatnak, vorra mondhatni úgy, amiért te egy jó kis fizetést kaphatsz. Ö, például. Szóval, ö, ja, akármi lehet, akármi van, de az is lehet, hogy félúton megunom. Mert hogy kinek van annyi ideje, hogy ezt a játékot játszom? egy valamiről elfelejtettem beszélni, de hogyha eddig eljutottál amúgy is a videóval, akkor még mindig itt vagy, akkor tényleg érdekel téged ez a játék. Level 56-nál, egy kicsit nehéz megtalálni, de level 56-nál megnyílik egy NPC. Ellie. Ő itt. Minden nagyvárosban, nagyváros alatt értek olyanokat, mint Vejla, Heidel, Kalfeon, Valencia, Altinova és a többi, itt lesz ez a nőci, Ellie, oázis vendor Ellie, az oázis jelen pillanatban egy event a Black Desert Online-ban meghatározatlan ideig ez az oázis Ellie-nél egy pénzé, level 56 után, egy pénzé vehettek bossgért, tri bossgért, tehát római hármas jelüt igen, az OP egy pénzér, egy ezüstér. Ezekből mindegyikből vegyetek. És nyissátok ki, és rakjátok magatokra. Helyből 200 környékére ugrik az AP-tek, DP-tek, mindenetek. 200 fölé, hogyha megvannak a kiegészítők a kampányból. A kaják. Ezek a legalapabb kaják. Ezekből is vegyél. A Répa a lovadnak, természetesen vegyél. A térkép gyors utazáshoz kell, természetesen vegyél. A legközelebbi nagyvárosos vagy biztonságos ponthoz tudsz gyors utazni vele három órás lehűlési idővel. És a iránytű, a compas, az pedig a sivatagban való tájékozódáshoz kell. Mire level 56 leszel, el fogsz jutni alti, ö, bocsánat, Valencia területére, ami sivatagos terület, akkor fog ez kelleni, mert a sivatagban nem látszódik a karaktered. Óázis kompaszt, tehát még egyszer mondtam, minden nagyvárosban ott lesz óázis elli. Ő. És tőle vásárolhatsz. Jó cuccokat ingyé level 56 fölött. Ennyi. Most van tényleg ennyi. Jó hosszú videó, de ez még semmi a Black Desert Online világban. Tényleg nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Most már tényleg sziasztok.